Nos, United Wolverhampton, utolsó meccsek egyike. Hát az elmúlt három meccset igen csak elkúrtuk idegenben, három meccsen egy pont. Azt az egyet is úgy szereztük, hogy 2-0-ról adtuk le Spurs ellen, ugye. Utolsó perces 11-es a Brighton ellen, szánalmas gól a West Ham ellen, utolsó kettő meccsen gólt se rúgtunk. Vannak bajok, de szerencsére ott van sokkal jobb a helyzet. Az első meccs óta ugye veretlenek vagyunk, és nem érdekel, hogy ma Rashford fog játszani, vagy nem. Varán visszatér, vagy nem. Hazai pályán a Wolverhamptont egyszerűen meg kell verni, és kész. Négy meccsünk van, abból, hogyha hármat nyerünk, a Liverpool azt csinál, amit akar, mert akkor már megölni nem fog meg tudni minket matematikailag, úgyhogy négy meccs, három győzelem, abból az első az ma meg is kell, hogy legyen mindenképpen. Nyilván bízhatunk abban is, hogy a Liverpool majd pontokat fog bukni, de olyan jó helyzetben voltunk, meg igazából még mindig vagyunk, hogy nem a Liverpool ellenfeleire kéne hagyatkozni, hogy majd pontot szereznek a Liverpool ellen, úgyhogy ma ugye a Wolverhampton, jövő héten idegenben a Bournemouth, utolsó héten pedig csütörtökön ugye Chelsea szintén hazai pályán és Fulham hazai pályán, úgyhogy az a szerencsénk, hogy a négyből három meccset is itthon játszunk, mert idegenben kutyaszarak vagyunk. Szerintem 10 pontot fogunk szerezni a maradék négy meccsen, úgyhogy top 4 ez meg lesz, de tény, hogy sokkal izgulósabbra alakult ez, mint ahogy szerettük volna pár héttel ezelőtt, az biztos. De ezzel már kár is foglalkozni. Hangulatra kíváncsi vagyok, bár szerintem semmi extra nem lesz, még nincsen semmi hivatalos ugye az eladással kapcsolatban, de van egy olyan megérzésem, hogyha Sörgyin mellett fognak dönteni a Glazerék, tehát nem is adják el teljesen a klubot, akkor ez csak a szezon után lesz bejelentve, hogy elkerüljenek egy pár komolyabb tüntetést, hiszen a nyáron, amikor nem lesznek meg, csak úgyse lesz itt semmi, mármint ami tüntetést illeti, augusztusig pedig ott lesz a nyaruk, hogy bevásároljanak mindenféle fassávot, kitaláljanak, hogy mennyivel jobb lesz majd a helyzet, de egyelőre inkább bízunk abban, hogy Katar lesz a befutó, ők az egyetlen normális opciók, ők az egyetlenek, akik meg tudnak minket teljes mértékben szabadítani a Glazeréktől. Sörgyin pedig baszódjon meg.